Sziasztok! Ígérem, nem leszek hosszú. És ilyen szinyomogatót ide raktátok, köszönöm. Szóval műholdas kommunikációról, illetve inkább annak a hiányáról. Tudjátok, van az a hülye vicc, hogy az én barátom a műegyetemre erzenye meg az igazira. Erre próbáltam kicsit rámenni. Azért is aktuális egyébként a dolog, mert ugye van ez a Hold nevű égi testünk. Elég régóta velünk, kering régebb óta, mint hogy lenne Sputnik, és hát ugye elég messze van. És ez úgy mégis valahogy, ugye mindig vannak teljesíthetetlen célok, és vannak emberek, akiket vonz az, hogy teljesíthetetlen célokat megoldjanak. Messze van tőlünk, ráadásul csak egy buta adag por, ami hát eléggé rosszul ver vissza jeleket. Mégis már 70 évvel ezelőtt is voltak rá kísérletek, és erre valami büszkék lehetünk, hogy mondjuk úgy, hogy fejfej mellett magyar volt az, aki meg tudta szerezni az elsőséget abban, hogy rádiójeleket eljuttatott a Hold felé, és visszakapja. A dátumot ott látjátok, igazából én azért is mondom, hogy ez egy nagyon szép győzelem, mert a másik csapat az egy amerikai volt, és a két országnak ezen a dátumon éppen egy kicsit más volt a szituációja. Tehát, hogy az egyiken éppen az előző csapat kivitt egy adag eszközt, és a másik bevonuló csapat is elvitte, amit még az előző csapat ott hagyott. Ők mégis képesek voltak építeni erre megfelelő eszközöket, úgyhogy most már nincs igazán kifogásunk, hogy mi miért ne csináljunk ilyet. És ugye egy példa arra, hogy ez miért nehéz, decibelben szoktuk mérni az ilyen teljesítményeket, azért, mert könnyebb számolni nagyságrendeket, ez egy logaritmikus skála, tehát szorzás helyett összeadást alkalmazhatunk. Van 100 watt kimenő teljesítményünk, ez amatőr kategóriában nem olyan nagy dolog, és jó, van még valami nyereségünk, mind a vevő, mind az adóantennán, ez jó, és egyszer csak van ez a rohadt veszteség, ami azon lép föl, hogy körülbelül úgy 12-szer messzebb kell elmennie és visszajönni a jelnek, mint ha csak egy rendes műholddal kommunikálnánk, ami ráadásul ugye még helyre is állítja a jeleket, hiszen fönn is egy aktív eszközzel beszélgetünk. És a végén van nekünk egy ilyen milliwattos, hát nem milliwattos nagyságrendű érdek, sokkal lejjebb van. Gyakorlatilag lehetetlen megoldani, mondhatnám. De hát mindenen lehet javítani. Például a brute force az mindig működik, legyen nagyobb kimenő teljesítményünk. A 100 watthoz egyébként összehasonlításként azt tenni hozzá, hogy például a Kossuth rádiót azt 2 megawatttal adják. Ezt képest mi nagyjából 1 kilowattig mehetünk föl, tehát még mindig van egy ilyen 2000-es szorzó a játékban. Igen, brute force-olni mindig lehet, jó drágák is. Lehet struktúrával javítani a dolgon, az antenna nyerességet tudjuk növelni azáltal, hogy nagyon irányított antennákat használunk, hasonlóan a lézerfényhez nem egy széles nyalában nyomunk ki kis energiát, hanem egy nagyon szűk nyalában próbáljuk fókuszálni azt, amit kiküldünk, és végül mondhatjuk azt, hogy próbálunk olyan protokollokat használni, amelyek megoldják, hogy ha el is vesznek dolgok, akkor valójában helyre tudjuk állítani azt, ami elveszett. A probléma az, hogy igazából mindháromra szükség van ahhoz, hogy ez működjön, különben lehetetlen a vállalkozás. És persze, jó, küldünk rádióhullámot, mire lesz ez jó nekünk. Az igazán menők azok hanggal csinálják. A hanggal az a probléma, hogy az emberi hang az nagyjából ugye, ha már is vannak telkósok, tudják ők is, hogy 4 kHz az, amire azt szoktuk mondani, hogy az emberi beszédet nagyjából átviszi. És az igazából már egy széles jelnek számít ilyen kategóriában. YouTube-on rákerestek, vannak, akik beszédet küldenek fel a Holdra és mégis kapják, vannak nagyon szép antenna farmjaik hozzá. Digitálisban van a Morse, az ugye már nagyon rég rendelkezés állt, az első ilyen amatőr Hold, Föld-Hold-Föld kapcsolatok is így létesültek, de ezzel meg az a baj, hogy ugye ehhez kell egy nagyon jó fül, és hát meg is kell tanulni adni. És végül vannak olyan kis digitális módok, amikor azt mondjuk, hogy mi egy számítógépet egyfajta modemként vagy kodekként használunk, vagyis azt mondjuk, hogy ő generáljon hangot, a hangot belevezetjük a rádióba, és amit meg vesz a rádió, azt szintén hangkártyán bevisszük, és a gépünk végzi ezt a kódolást. És erre egy példát, amit mi használtunk, mutatnék be. Joe Taylor fejlesztette, ezért IET a rövidítés benne. Amúgy van egy Nobel-díja, tehát ilyen nagyon érdekes rácról van szó, és őnek ezt a szép antennát is szabad használni, és sajnos nem mindenkinek jut ilyen, esetleg ha másra, akkor egy 20 évvel ezelőtti filmből is lehet ismerős, és kifejlesztett egy szabad szoftvert arra, hogy egy olyan módon tudjon kommunikálni, ami kifejezetten ilyen nagyon rossz csatornákon való kommunikációra ad lehetőséget. De hogy ez mennyire szar, ez a csatorna, hát konkrétan azt mondja, hogy próbáljuk meg az egész üzenetet levinni 72 bitre, ebbe belefér 2 hívójel, meg még az is, hogy hol van az, aki éppen adja a jelet, így mindjárt egy érkező üzenetből meg tudod mondani, hogy milyen messze jött. És
Erre, ez már egy szép dolog, hogy kitalálni, hogy spórolhatsz a bitekkel. Ugye a Jason huszárok vannak, akik a 32 bites IP címet képesek 15 karakteren reprezentálni, de ez annak a fordítottja. Ugye? De kell megcsinálni, 4 byte-ból 15-öt csinálnak, mert az jó. És akkor ehelyett ő nagyon leszűkíti, és mindjárt utána megteszi az ellenkezőjét, kibővíti a biteket, hogy minél több plusz infó legyen benne, így elég csak 20%-át elkapnod a biteknek, és már a teljes üzenet helyreállítható, ami azért már ez bármelyik 20% lehet. Történik még némi mágia, és a lényeg az, hogy ezt a 72 hasznos bitet ő gyakorlatilag majdnem egy percig adja, de cserébe akár mínusz 27 decibellel is vehető, ami nem hiszem, hogy sokat mond nektek, úgyhogy tudnék egy demót szolgáltatni, mire sajnos el fogom hagyni a kamerát, vagy legalábbis annak a látószögét, de remélem, hogy a hangeffektusok pótolni fognak mindenkit, és igen, ez volt az a hang, amire vártam, ugye ez mindenkinek feldobta hangját. Szóval 0 decibel. Tehát ez, halljuk a hangokat, ott vannak, ez az, amikor a zajszinten egy szinten van a hasznos jel. Jó, akkor menjünk lejjebb, és mondjuk azt, hogy mínusz 10 decibel. Még úgy halljuk, hogy megy valami. Fel akár nem pofázzuk el. Tehát úgy van valami. Jó, nem rossz. Akkor nézzük meg, hogy milyen az, amikor 20 decibel. Úgy érzed, hogy persze biztosan ott van valami, hogy oda hallom. Sőt, tudom, jön az a rész, és hogy valójában én csak zajt raktam bele ebbe a felvételbe. Nem, ebben benne van a jel, és tényleg az a kemény, hogy ez a szoftver ebből helyre tudja állítani az eredeti jelet. Talán aki fényképezéssel foglalkozik hobbi szinten, annak tudom azt javasolni, hogy próbálj meg lefotózni egy szobát, amiben mozognak az emberek, és egy idő után tudsz olyan nagy záridőt elérni, hogy egy üres szobát fogsz kapni, mert az emberek mozognak, a szoba állandó, és szépen ugye az átlagolással ki lehet hozni, hogy a zaj az egy véletlen dolog, ami marad az a jel, és még egy csomó matematikai dolog. Szóval igazából minden maradékot megkérdezhettek tőlem, köszönöm, hogy meghallgattatok. Egyébként ez a mi rádióállomásunk, ott van az URL, meg ilyesmi. Kérdéseket várok, úgyse látom, ki teszi fel a kezét. Ott, Ákos. Az nem derült ki, hogy akkor ezt megcsináltátok, és milyen antennával? Megcsináltuk-e, és milyen antennával volt a kérdés. Megcsináltuk 2011-ben, idén is megpróbáltuk, mind a kétszer az osztrákok felszerelésével, illetve én ezt a protokollt használom nem hold kapcsolatban, abban már csináltam tök sok összeköttetést, például a nyáron sikerült Japánnal, meg Ausztráliával kapcsolatot teremteni ilyen módon. Szóval a protokoll maga jó, csak nekünk például nincs a holdhoz antennánk, ugye az osztrákokét használtuk. Két ilyen, mondjuk úgy 2-3 méter hosszú Yagi antenna volt. Yagi antenna az, amit tetőkön láthattok, van egy ilyen viszintes dolog, és akkor azon keresztben vannak ilyen fém rudak, amiket direktornak, reflektornak, stb. Hívunk, és az az előnye, hogy nagyon tudja egy irányba fókuszálni dolgokat, és ugye a hold szerencsére egy helyben van, tehát szemben a hagyományos műhold kommunikációval nem kell forgatni az antennát, hanem belövöd egyszer arra, merre a hold van, és reméled a legjobbakat. És akkor volt fönn az antenna tetején is mindjárt egy erősítő, hogy még mielőtt a tápvonalon lejönne az antennáról a jel, már akkor is megkapja az erősítést, meg az erősítés előtt egy szűrést is, hiszen ha belegondolsz, a földön lévő adók sokkal erősebben adnak, mint az a jel, ami megérkezik az űrből. Tehát neked ki kell szűrnöd minél szűkebb szűrővel, hogy csak azokat erősítsd, amik tényleg neked jöttek. Idén ezért sajnos nem is sikerült beüzemelni, mielőtt az antenna eltört, azelőtt is gyakorlatilag annyira elnyomott mindent az, hogy egy olyan tábor közepén voltunk, ahol fejenként van két számítógép meg egy rádió, hogy esélytelen volt. Tehát ez a műholdas kommunikációnak a velejárója, meg az igazi holdasénak, de 4 éve nagyon jól sikerült, és egyébként, ha van rá vevő, mármint ember szempontjából vevő, akkor ebben a rádióklubban össze lehetne hozni, jövő februárban lesz a 70. évfordulója annak, hogy Bajz Zoltán megcsinálta, csináljuk meg, hogy ugye nem tudom, 70. évfordulós adásvétel. Ott, igen, hát. Mi a frekvencia? Alapvetően a 2 méteres sávot használjuk, ez nem rádiomatőröknek annyit mond, hogy 140 MHz környéke.
Ez alá azért nem szokás menni, mert az ez alatti amatőr sávok még visszaverődnek az ionoszférára, tehát egyszerűen nem jut ki az űrbe a hívásod, ami egyébként tök jó arra, hogy más kontinensekkel beszélges, akiket nem látsz, de gyakorlatilag utána e fölött bármi használható, tehát láttam YouTube-on videót, aki ilyen gigahertzes tartományban kísérletezett, de a 2 méter az azért jó, mert az már működik, olcsók rá a rádiók, és szűrők és egyebek, mert sokan használják, tehát egyszerűen a méretekből adódó dolgok miatt is jó. Mekkora levi antenna megy ehhez? Mondtam, egy olyan 2-3 méter hosszú javi antennánk volt, de ugye minél hosszabbat és minél több elemet, vagy ugye például mi úgy csináltuk, hogy 2 antennánk volt, de említettem az antenna farm kifejezést, tehát azt még mindig megteheted, hogy van 15 antennád, amik mind egy fele néznek, akkor az gyakorlatilag lineárisan növeli az esélyedet. Igen? A volt rádiózós közösségben egy kicsit beszélgetett, említettem, hogy beszélgettek a Japánban, stb. Kik hányan, miért, milyen közösség hozta ezt össze? Mi a Metalabval, ami a bécsi Hackerspace, ami olyan, mint a mi Hackerspace-ünk Budapesten, velük mentünk ki. Ők nagyon sokan vannak, és ezért a kreatív közösségükben a rádiósok is elég nagyok, és van annyi pénzük, hogy megvegyék azt a felszerelést, ami ehhez szükséges. Tehát ugye kell egy bika erősítő a kimenőjelhez, kell egy jó alacsony zajú erősítő a bejövőjelhez, kellenek váltók ahhoz, hogy ezeket úgy kapcsolod össze, hogy minden adáskor, megvételkor is a megfelelő úton menjen. És ezt ők mind szórakozásból csinálták, illetve hát ugye az összes ilyen hacking témánál én mindig azt mondom, hogy van egy ilyen motiváció az egészben, hogy because we can. Kell lennél több ér hozzá? Még valaki valamit? Nem, nagyon jó. Akkor nem tartalak vissza a sörtől benneteket, utána még ugyanúgy lehet tőlem kérdezni okosokat. Köszönöm szépen!